Vidáman telt az idősek világnapja a Kamara Erdei Idősek Otthonában. Az egybegyülteket Nyitrai Imre, az EMMI államtitkár helyettese köszöntötte először, aki a pesti Vigadóban tartott idősek világnapi rendezvényéről érkezett az ünnepségre, és tolmácsolta a jó hírt, miszerint Takács Zsuzsanna, az intézmény minőségirányítási vezetője, idősekért díjat vehetett át a rangos eseményen. Hoffmann Tamás polgármester a 60 plusz program adta lehetőségekről beszélt, amely az idősebb korosztály mindennapjait, társadalmi életét hivatott színesíteni. Nagyon fontos, hogy Újbudán több mint 40 ezer 60 fölötti ember él, és Újbuda ahhoz próbál segítséget nyújtani, hogy lehet ezt a inaktív kort minél inkább színesebbé tenni, minél több olyan elfoglaltságot kínálni, amely esetleg az aktív korában nem tudott sort keríteni, olyan tevékenységet kipróbálni, megpróbálni, amelyre akkor nem jutott idő, energia. Ezért van a 60 plusz, ezért dolgozunk azon, hogy minél szélesebb kínálatban tényleg meg lehessen találni azt, hogyha valaki vagy művészetben szeretné kipróbálni magát, vagy sportban szeretné, vagy egyszerűen csak társaságra vágyik, és ennek a körülményeit teremtsük meg. És nagyon fontos elmondani, hogy mindez civil segítséggel, tehát a saját korosztályából származó, korosztályhoz tartozó embereknek a segítségével tudja ezt megtenni. Szabóni Varga Valéria, a Kamara Erdei Idősek Otthonának a vezetője, a fiatalabb generációk feladatairól és kötelességeiről beszélt. Szerinte fontos az időskort aktívan és tudatosan megélni, ehhez viszont biztosítani kell a feltételeket. Én azt gondolom, hogy ők megfogalmazzák a vágyaikat, az elvárásaikat a mi korosztályunkkal szemben, csak kell időt szakítani és kellő figyelmet, hogy észre is vegyük azokat az üzeneteket, amiket ők küldenek a generációnak.